A fehér bot világnapja alkalmából Németh Orsolyát, a Vakok és Gyengéllátók Szövetségének szakmai vezetőjét üdvözöljük itt a stúdióban. Szia, jó reggelt kívánok, és köszönjük, hogy eljöttél. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm én is a nézőket, sziasztok! Ez a mai nap, ez egy kiemelt nap. A szervezetben ez mit jelent nálatok, mit jelent ez a mai nap? Ez nálunk évről évre egy olyan nap, amikor nagyon sok lehetőségünk van megjelenni a médiában, egy kicsit a közfigyelemnek a középpontjába kerülni. Emellett mi mindig arra használjuk ezt az alkalmat, hogy egyrészt megköszönjük azok munkáját, akik nagyon sokat tesznek a látássérült emberekért. Erre most már két díjunk is van, amit idén most ugyan virtuálisan, de átadtunk már ma. Illetve ilyenkor szoktunk olyan fejlesztéseket, új szolgáltatásokat, új lehetőségeket bejelenteni, amiből profitálhatnak a magyar látássérült emberek. Ha már átadtátok a díjat, akkor el is szabad árulni, ugye, hogy kik kapták? Természetesen. Két díjunk van, az egyik az úgynevezett Braille emlékérem, ami Louis Braille-ről, a vakok pontírásának a feltalálójáról kapta a nevét. Ez egy nagyon régi hagyomány a szövetségben, több mint 50 éve kerülnek átadásra ezek a Braille emlékérmek. Idén 4 látássérült személy kapta, egyébként nem csak látássérültek, hanem épp látású személyek is kaphatják az érmet, hiszen vannak látássérültek is, akik nagyon sokat tesznek a saját közösségükért, és vannak épp látású emberek is, akik nagyon sokat tesznek a szövetségért, vagy a szövetség tagságáért. Idén úgy történt, hogy 4 látássérült személynek adhattuk át virtuálisan ezt az elismerést egyelőre, majd szeretnénk személyesen is. Közülük 3-an kifejezetten a közösségépítő munkájukért kapták ezt az elismerést, akár mint egyesületi vezetők, akár mint teljesen önkéntes személyek, akik maguk köré gyűjtötték azokat a látássérült embereket, ismerőseiket, megismeretleneket, akikből egy kiváló kis közösséget szerveztek. És a negyedik úriember, Dr. Kisbé István ügyvéd, aki évtizedeken át segítette a vak és gyengéllátó embereket jogi tanácsaival, az érdekképviseleti munkájával, és amiért mi, mint a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége nagy köszönettel tartozunk neki, hogy a 15 évvel ezelőtti nagy szervezeti átalakulásban nagyon sok szakmai segítséget nyújtott. És a másik díj? A másik díj az egy új, az egy friss gyermekünk. Ez az úgynevezett Ritnovsky díj, amit 2020-ban alapított a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. Ennek az ötletadója Schiff Mónika, a Szövetség Vakvezető Kutyakiképző Központjának a vezetője, a névadója pedig Vitéz Lovag Ritnovsky János, ami János bácsink, aki az idén 90 éves, és aki több mint 40 évvel ezelőtt tulajdonképpen megalapította Magyarországon a vakvezető kutyaképzést. Őket is egyébként nagyon szerettük volna meghívni a mai napon, de most már nem vállalták a személyes interjút. Viszont nem tántorít el, valamikor a jövőben, amikor már nincs ez a helyzet, akkor mindenképpen jönnek a vakvezető kutyák és a segítő kutyások. Mert neked van kutyád? Nekem nincsen kutyám, viszont nagyon fontos még azt is elmondani, hogy ez a díj, ez azoknak az önkénteseknek szól, akik felnevelik azokat a kiskutyákat, tehát 8 hetesen magukhoz veszik azokat a kiskutyákat, akikből majd valamikor egy éves koruk után ki lehet képezni a leendő vakvezető kutyákat. Tehát egy felbecsülhetetlen munkát tesznek abba, hogy ezek a kis szelebordi labrador kölykök felelősségteljes, komoly munkakutyává válhassanak. Hát tényleg az ő munkájuk egyszerűen hihetetlen nagy. Igen, és kiemelném közülük az egyetlen, ugye ennek a díjnak 3 fokozata van, és van jelenleg 1 gyémánt fokozatú Ritnovsky díjasunk, Hegedűs Gábor Károly, aki már, ha jól számolom, akkor 13 kutyát nevelt fel a szövetségnek. Ez példanélküli. Milyen eszközeitek, esetleg programjaitok vannak arra nézve, hogy az embereket érzékenyítsük a téma iránt?
Mi nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a szemléletformálásra, jobban szeretjük ezt a kifejezést használni, mint az érzékenyítést. És már önmagában azzal, ahogy kommunikálunk, amilyen kifejezéseket használunk, én azt gondolom, hogy már az egy szemléletformáló eszköz. Az egy szemléletformáló eszköz, hogy én most itt ülök és beszélgetek veletek. De egyébként például a vakvezető kutya az egy kitűnő lehetőség, és talán a legjobb kapcsolatteremtési eszköz arra, hogy akár egy látássérült ember, vagy akár a szövetség kapcsolatba kerüljön az éplátású emberekkel. Úgyhogy a vakvezető kutya kiképzős kollégáink és a vakvezető kutyával közlekedő önkénteseink, amennyire az idejük engedi, szoktak szemléletformáló programokat szervezni. Legutóbb épp egy hete a látás napján, például Moson-Magyaróváron a Lions Clubbal egy közös hagyományos programon voltak ott. Ami nekem szinte tényleg gyökeres szemléletváltást hozott, az amikor hosszú évekkel ezelőtt, legalább 25 évvel ezelőtt részt vettem, vagy elmehettem a láthatatlan kiállításra. Akkor az alatt a, nem tudom én, egy óra alatt, vagy amíg végigmentünk a termeken, megélhettem azt, hogy milyen, hogy tényleg semmilyen módon nem támaszkodhatom, még annyi látásra sem, hogy a fény árnyék, hogy valami kis támpont legyen. És akkor átéreztem, hogy mi lenne a jó segítség. Mert ugye gyakran azért nem lépünk oda az utcán egy vakemberhez, mert nem tudjuk, hogy jól segít. Igen. Ezt te hogyan tapasztalod? Van, akik ráéreznek maguktól, hogy mi az, ami most jól jönne, és mi az, ami nem? És van akik abszolút érzékeletnek. Vagy inkább akár, nem az, hogy tolakodó, de inkább gátol, mint segít? Szerintem nagyon sokféle segítő van. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ezt nem kell nagyon túlbonyolítani. Uh-huh. Tehát egyrészt... Esetleg megkérdezzük. Az a legegyszerűbb, így van. Tehát az a legegyszerűbb, hogyha oda jön az, aki segíteni szeretne, és megkérdezi, hogy egyrészt, hogy van-e bármi, amiben szükségem van segítségre. Uh-huh. Tehát attól, hogy én látássérült vagyok, és fehér bottal közlekedem, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott abban az adott helyzetben szükségem van segítségre. Van. Viszont tök jól esik, hogyha ezt udvariasan megkérdezik, és hogyha egyébként van szükségem segítségre, akkor el fogom tudni mondani, hogy hogyan tud nekem jól segíteni. Szerintem nagyon sokszor az a baj, hogy az emberek vagy azt gondolják, hogy ezt nekik maguktól tudni kéne, holott hát ha nincs látássérült ember a környezetükben, illetve azért mondjuk még az én generációm is jó részt úgy nőtt fel, hogy nem találkoztak mondjuk az óvodában, az iskolában, a játszótéren, a munkahelyen felnőttként látássérült emberrel, akkor nem tudom, hogy honnan kéne tudni. Tehát ezt meg lehet kérdezni. Nem beszélve arról, hogy más segítséget igénylek én, más segítséget igényel az, aki nálam többet lát, mást az, aki kutyával közlekedik, mást mondjuk egy idős ember, akinek mozgás problémája is van. Tehát az a legjobb, hogyha elkezdünk beszélgetni. Szerintem ez az egyik legjobb szemléletformálás egyébként, hogyha egy emberi kapcsolat indul el akár egy ilyen kis utcai szituációban. Hát a kommunikáció mindig az, hogy meg egyáltalán a bátorság, mert azért ehhez bátorság kell, mert az emberek egy kicsit, igen, ráadásul ebben a járványidős időszakban nem szívesen szólnak senki máshoz. Igen. Tehát nem vagyunk egy nagy kapcsolatteremtők egyébként sem a magyarok, másrészt meg most egy kicsit mindenki azért bezárkózik, de azért, hogyha látja, hogy valakinek esetleg segítségre van szüksége, akkor nem árt, hogyha megkérdezi. Én velem egyébként elő szokott fordulni, hogy megkérdezem, ha butának néznek, hanem egy kérdést megér, és maximum azt mondja, hogy nem, köszönöm. Szerintem az a legjobb. De mindig udvariasan utasítanak el, hogyha elutasítanak. Igen. Nekem az eddigi beszélgetésből az szűrődött le, hogy a szövetségnek egyrészt az a feladat, a szívügye, hogy közösséget teremtsen a látássérült személyek számára, másrészt az, hogy szemléletváltásban segítse a környezetet, és mondhatjuk azt, hogy a harmadik az akadálymentesítés? Ebben is próbál lépéseket tenni a szövetség? Mondhatjuk azt, hogy a szolgáltatások, és akkor ez egy nagyon tág fogalom, ebbe beletartozik az akadálymentesítés is, tehát egyrészt egy akadálymentesítési tanácsadási szolgáltatás is beletartozik, mondjuk, hogy egy közeli példát mondjak,
pillanatnyilag a felújítás alatt levő hármas metrónak az akadálymentesítésében is közreműködünk. De ugyanígy beletartozik az, hogy olyan szolgáltatásokat hozunk létre a látássérült emberek számára, amitől akadálymentesebb lesz számukra a fizikai, a kommunikációs és a társadalmi környezet. Ilyen például az online hangos könyvtárunk, ami 2 évvel ezelőtt jött létre, és gyakorlatilag ez egy akadálymentes hozzáférést tesz lehetővé a magyar és a világirodalomhoz olyan formában, hogy felolvasva egy zárt rendszeren, egy okostelefonos alkalmazáson keresztül hozzáférhetnek a látássérült emberek a hangoskönyvekhez, és ami a mai napnak egyébként a nagy bejelentése ezzel kapcsolatban, hogy ezt a könyvtárat a mai napon megnyitjuk a határon túl élő magyar látássérült emberek előtt, hiszen ők is igénylik, hogy az anyanyelvükön olvashassanak, tájékozódhassanak, úgyhogy most ez a mai napnak az egyik jó híre, amit bejelentettünk már reggel. Jó. És te hogyan tapasztalod, mennyire választják még a pontírással az olvasást, és mennyire ezeket az új módszereket, tehát a hangos könyveket? A hangoskönyv sem egy olyan új módszer, hiszen az élő felolvasású hangoskönyv az szintén nagyjából 60 éves, 1961 óta van a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének hangoskönyvtára. Viszont amit említesz, a képernyőolvasó szoftverek, az egy nagyjából olyan 30 éves múltra tekint vissza. Igen, erre gondoltam, hogy Én azt tapasztalom, és azt szokták mondani, hogy igazából a látássérült emberek többsége inkább ezeket a modern technológiákat részesíti előnyben. Viszont nem szabad azt mondani, ami egy tévhit, hogy a brejírás az elavult, annak leáldozóban van, mert hogy annak is megvan a helye. Hiszen a legmodernebb infokommunikációs technológiák között például ott vannak a brej kijelzők, amikor ugye brejírással lehet elolvasni azt, ami a számítógép képernyőjén van, és ami például egy siket vak embernek, tehát akinek a hallása is sérült, egy pótolhatatlan segítség. Nekem például mondjuk egy idegen nyelvű szöveg elolvasásánál jelent ez segítséget. De ugyanúgy például, ha a látássérült emberek körében elég népszerű az iPhone, mint okostelefon, azon van olyan gépelési mód, mintha az ember brejírással írna. Tehát megvan a brejírásnak a helye a legmodernebb infokommunikációs technológiák között is. Mennyire vagyunk Magyarországon felkészülve, vagy mennyire vagyunk Magyarországon felkészültek a vakok és látássérültek közlekedését illetően? Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó fejlődő tendenciát mutatunk. De azért van mit fejlődni. Abszolút van mit fejlődni, és a szövetség nagyon sokat tesz azért, hogy ez a fejlődés megtörténjen. Említettem az előbb a hármas metrót. Például, ha csak Budapesten jár kell az ember, akkor már lehet tapasztalni, hogy egyre több gyalogátkelőnél például ott vannak ezek a kis pöttyöcskék, ami egy olyan taktilis jelzés, ami azt jelöli, hogy ott egy gyalogos átkelő van, ami nyilván egy veszélyforrás, de nyilván egy információ is, hogy majd ott tudok átkelni. Vagy például a hangjelzéses lámpák, amik most már nem éjjel-nappal sípolnak, hanem egy távirányítóval kapcsolhatóak be, hogy ne terheljük folyamatos zajjal a környezetet. Uh-huh. Vagy ott vannak a mobilos alkalmazások, amivel mondjuk menetrendet tud az ember nézni, vagy jegyet tud venni a vasútra, anélkül, hogy elzarándokoljon a pénztárba. Nagyon-nagyon sok dolog van, amiben én azt gondolom, hogy megvan Magyarországon is az európai színvonal. Amikor én elmegyek külföldre, akkor azért látom azt, hogy vannak olyan városok, ahol ennyi sincs, vannak olyan városok, ahol ennél sokkal több van. És hát ami meg nincs meg, azon vagyunk, hogy fejlődjön. Sok sikert benne, további sok sikert benne. És nagyon szép napot kívánunk nektek, és még sok több-több, sok-sok programot az intézményeteknek, és sok megnyert pályázatot, és... Köszönjük, igyekszünk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.